Megváltoztak a pontküszöbök. Felvételi lehetőség néhány szakon multidisziplináris és külső független teszt nélkül. Ellenben van motivációs levél, hosszabb lett a regisztráció és az okmányok benyújtásának határideje. Idén sok változás vár a felvételizőkre, akik életét jelentősen megváltoztatta a háború. Mindennek ellenére tart a felvételi kampány többek között Kárpátalja legnagyobb felsőfokú intézményében, az Ungvári Nemzeti Egyetemen. A Lviv megyei Vasil is itt szeretne tanulni, épp a motivációs levelét írja. Az építészeti mérnöki szakra készülök, barátaim ajánlották ezt az egyetemet. A kollegyet már befejeztem, ezért döntöttem úgy, hogy tovább tanulok. Az elektronikus szobák regisztrációja és a kérelmek benyújtása a belépő a felvételizők világába. Ez megtehető online, otthon is. Idén az Ungvári Egyetemre jelentkezhetnek gyógyszerész szakra, alap- és mesterképzésre. Ehhez be kell fejezni a 11. osztályt. Az idei multidisziplináris, valamint a 2019-21-es évek külső független tesztje és a kreatív feladat eredményei alapján a testnevelés és sportszakra. Egyéni interjú alapján felvételizhetnek azok, akikre a szabályzat speciális feltételei vonatkoznak. Akinek azonban kétségei vagy nehézségei vannak az elektronikus szoba létrehozásával vagy a jelentkezések benyújtásával kapcsolatban, az UNE olvasótermében működik a Felvételi Bizottság konzultációs központja. Idén az első napokban a rendszer nem volt túlterhelve, a felvételi kampány hatékonyabb, mint a korábbi években. Például nem kell kiszámolni az érettségi bizonyítvány átlagpontszámát, de vannak más módosítások is. Jönnek és kérdezősködnek, hogyan kell az elektronikus szobát létrehozni, mit kell feltölteni. Kérdezik, hogy a jelentkezés benyújtásakor mit kell feltüntetni. Idén nehézségek akadtak azoknál a jelentkezőknél, akik több éve fejezték be az iskolát, és gondjaik voltak az okmánycserével. Július 1-től lehetett az elektronikus irodáknál regisztrálni, 29-től pedig elektronikusan lehet benyújtani a kérelmeket. A felvételi bizottságnál csak a kedvezményezett kategóriába tartozóknak kell jelentkezniük. Hogy kik tartoznak ebbe a kategóriába, Viktória Szinyavszka mondta el. Ezek a harci cselekmények résztvevői, háborús rokkantak, a csernobili katasztrófa likvidátorai, különösen veszélyes területekről, jelenleg az idéglenesen megszállt területekről származó személyek, valamint azok a személyek, akik nem tudták megírni a multidisziplináris tesztet, mert nem tudták számukra megteremteni a megfelelő feltételeket. A felvételi bizottság augusztus 28-áig, hétfőtől péntekig, 9-től 17 óráig, szombatonként 13 óráig várja a felvételizőket. Tehát még bőven van idő arra, hogy a leendő diákok megismerkedjenek az újításokkal, és elinduljanak álomszakmájuk útján.